7 éve ismerem, ami nagyon durva volt és nagyon sok volt, de még nem elég. Mert még nagyon-nagyon-nagyon népségben van a májam és még nem ittem eleget. Cirka 18 éve. Amikor édesanyám még hazahoztak a kórházból és kirángattál a rácsos ágyból, mint illedelmes kisfiú, bemutatkoztál és kezet fogtál velem. Hát egy éve. Körülbelül. De épp itt valamit. Jegem már, hogy ugye te eltesomnak voltál nagyon jó paria. Hát figyelj. Körülbelül fél éve ismerve. Egy diáknapi filmet forgattunk. Természetesen megnyertük, mert gringóhoz állsz. Hát, olyan két. Hát ez nem másfél, Gábi. És igazából tök véletlenül találkoztunk. Ki azt cigizni, akkor mondjuk tök jókat szoktunk beszélgetni, meg szeretek veled beszélgetni, meg mindig lecseszed a kis hülye húgodat, hogy milyen hülyeséget csinált éppen. És szeretem, mindig őszintén elmondod, hogy mire gondolsz, akkor is, hogyha azt szorul fog esni. Vagy részeget voltunk? Veled dolgozni olyan, mint a megvalósult amerikai álló. Egyszerűen minden tökéletes. Nem találsz hibát. Hát a színészek azt sem tudták, hogy ők kell színészkedni, meg én sem. De olyan instrukciókkal, hát nem lehetett rossz filmet összehozni. Tök jó egyébként, hogy a bátyám vagy, meg szeretem az éles stílusot. Őszinte szókimondó. De akaratos és makacs rettenetesen. Mikey ugye nem kávézik cigi nélkül, és az csak kint lehet. Kb. Egy óráig beszélgettünk, de olyan volt, mintha ilyen 10 perc lett volna tényleg, mert olyan dolgokat mondod, hogy én így utána egész nap azon gondolkoztam, hogy olyan sok történetet tudott így is mondani, hogy csak ennyi idős, és olyan izgalmasokat meg minden. De Mikey egy nagyon jó ember, egy nagyon korrekt, egy nagyon rendes űrge, akinek nagyon nagy a mája, nagyobb, mint a szíve. Valószínűleg. Szeretem, amikor énekelsz. Igazából? Hát ilyen kis cuki. Mit szeretek még benned? Az, hogy folyamatosan mindig más, tehát mindig más jelent. Szóval mindig van valami szitu, és akkor mindig más vagy reagálod le a dolgokat, mint ahogy így szállítok rá. És így mindig ilyen meglepetések jelennek folyamatosan. És tök ízlés. Rád gondolok, az jut eszembe, hogy te vagy így az az ember, akit ismerek, aki így a legjobban tudja élvezni az életet. Te az én kisfiam nagyon aranyos, megbízható és családszerető. 12-13 éves kora óta készül rendezvénynek, és ennek érdekében mindent megtett. Főiskolai éve végzése után Szerbiában megtudták egy filmet forgatni, amit szintén sikeresen vettek, több társával együtt természetesen, és büszke vagyok rá. Szóval tökre így megfogott belsőleg is. Nem szeretek semmit benne. Hát ha nő lennél, én fog már lenni. Majd tökre szeretem igazából. Viszont amikor a szememben mondod, akkor azért egyszer. Mert ezt azért úgy el tudod mondani, hogy ezt egyszer. Féltudatos. Meg kitartó. Hát, hogyha valamit így eltervezel, vagy amit a felbe veszel, akkor azt meg is. De hogyha mondjuk tenyére rendezel, és még én mondjuk egy színész lennék, hát akkor biztos, hogy jól. Akkor jól tudni, hogyha megmondani, hogy mit kell csinálnom, mert ezt megmondod, és akkor biztos, hogy úgy csinálom, bízalom kérdés is, nem? Szóval bízol benne? Bízol benne, ugye. Úgy tudok elképzelni ilyen 80 éves korodban, hogy ülsz ilyen kiöregedett rendezőként, és körülötted ilyen gyerekek, és nekik meséled, hogy amikor én még 20 éves voltam, és mik történtek, amik forgattatok. 10 év múlva a fürdőszobában lógassuk a lábunkat, és piáljuk legalább 4 liter bor. Addig a felfelülök én is, és akkor majd. Tényleg nem tudom, de hát én nem tudom már, nem tudom, tehát így nem tudnám megmondani, azt sem tudnám megmondani, hogy holnap, hogy holnap mi lesz, meg hogy jövő héten, amit tudom. Szerintem járni fogod a világot, olyan leszel, mint te, hogy mindig máshol leszel. És igazából tök sokáig nem fogsz megállapodni sehol, meg senki mellett, mert mindig menned kell valahova, és mindig új dolgokat akarsz felfedezni. Nem is tudom. Nem is tudnám neked ezt elképzelni, hogy úgy leülj a seggedre valahova, és nem menjél sehova.